Látom, nagyon szép sörökkel vonultatok ki a mai napra. Miért jöttetek el, honnan tudtatok tudomást szerezni arról, hogy egy ilyen esemény lesz itt Soltatkerten? A Kárász Rita hívott meg minket erre az eseményre, ő mondta, hogy szívesen látnak itt minket. Soltatkerti sörfőzde vagyunk, és helyi értékeket mutatnak itt be ezáltal. Mi a véleményed arról, hogy egy újabb nagy rendezvényel gazdagodott Soltatkert program sorozatának palettája? Hát, ennek mindenképpen csak örülni lehet, a térségnek nagyon jó, be kell még, hogy járatodjon, úgymond, tehát az embereknek megismerjék, és minél több médiumban benne legyen ez az egész. Kárász Rita azt mondta, hogy elsősorban kézműves dolgokra hegyezik ki ezt a rendezvényt, ti házi készítési sörrel vonultatok ki. Mennyire van létjogosultsága a házi készítési söröknek Magyarországon a mai napokban? Hát egyre nagyobb a jogosultság. Nagyon sok sörfőzde bezárt ugye a 90-es években, de most egy olyan tendencia kezdődik, ez a kézművesség által, hogy nyitnak újra sörfőzdék, belekezdenek fiatalok, új söröket csinálnak, elmennek inkább ebbe az amerikai, American Pale Ale, ugye meg Indian Pale Ale, ilyen komlósabb sörök irányába is, és van rá piac, tehát egyre többen keresik az ilyen különleges söröket. Miben más egy kézműves sör, idézőjelben mondom, mint egy nagy világ hírnévre szertett sörgyártónak bármilyen márkája vagy típusa? Hát mindenképpen az nagyon nagy különbség, hogy a kisüzemek ugye nem adnak hozzá pótanyagokat, a nagygyárak általában az olcsóság miatt kukoricagrízt, rizst is szoktak hozzáadni, és ezáltal az árat tudják csökkenteni. Ez az íznek a rovására megy, de ugye mivel akkora multik, hogy az emberek megszokták, így nagyon sokáig nem is gondoltak erre az emberek, hogy nem csak maláta, víz és komló van benne, hanem más anyagok is. És a másik nagyon nagy különbség, hogy a kisüzemi sörök ugye általában nincsenek pasztőrözve. A pasztőrözés az ugye egy tartósítási folyamat, ami által sokkal eltarthatóbb a sör, de ez ízváltozást is okoz benne, és finomabbak a kézműves sörök, amik nincsenek pasztőrözve. Hasonló rendezvényeken, ha lesz még itt Soltatkerten, részt vesztek-e, milyennek tulajdonítjátok azt, hogy vannak ilyen események, és van-e létjogosultsága, annak jövője, hogy legyen egy hasonló kocintás program esetleg a későbbiekben? Részt veszünk, igen, megyünk a borfesztiválra is, és a sörfesztiválra is, a Büdöstóra, és szerintem jövőre is jövünk, hogyha lesz ez a rendezvény. Látom, itt vagy a finom pálinkáiddal az eseményen. Mi a véleményed arról, hogy Soltatkert ilyen kezdeményezésnek adott otthont? Én minden kezdeményezést tiszta szívből támogatok, ami Soltatkerttel kapcsolatos. Főként azért, mert nekem régi mániám, hogy, és ezt már egyszer-kétszer is mondtam, hogy a Soltatkert városa szerintem nagyon-nagyon-nagyon kis mértékben használja ki a benne rejlő lehetőséget, ami a Soltatkerti tó, az ország legnagyobb hegyközsége, a legnagyobb borászatok. Tehát szerintem ez a dolog úgy turisztikailag, mint rendezvények szempontjából nagyon-nagyon kismértékben van kihasználva, és éppen ezért igen-igen támogatandó egy ilyen rendezvény. Te ma mivel jöttél ki? Látom, nagyon széles a paletta. Hát igen, amivel mi foglalkozunk, igazán a szekeres pálinka, és hát ide azért csak itthon vagyunk, és egy elég komoly skálával jelentünk itt meg. Épp a múlt héten voltunk Szegeden a Sörfesztiválon, ott is ugyanez volt a kínálat, hát alább azért nem adjuk, ha már itthon vagyunk. Hogyan látod, van-e jövője Soltatkerten egy ilyen eseménynek, mint a kocintás? Mennyire tudja megmozgatni az embereket úgy, mint a vállalkozókat, esetleg a kiállítókat? Hát első rendezvénynek szerintem ez tökéletesen jó volt, ugyanis valahol mindent el kell kezdeni. Amit szerintem megfontolás tárgyává kellene tenni, hogy, és most én azzal tisztában vagyok, hogy ez a kocintás ez egy behatárolt időpont, tehát konkrétan ma van ez az országban mindenhol. Ettől függetlenül mondom, és nem ezért, hogy nagyon-nagyon oda kell figyelni időpontokra, hogy ne ütközzen mással, ne oltsa ki egymást mondjuk két rendezvény. Ugye most van Vadkertiton ez a strandkézlabda, a tévében a futball-ebbi, ami főleg most, hogy elég sok embert érdekel, de
nem lévő kalapomat megemellem a rendezők előtt, ugyanis becsülendő és nagy elismerést érdemel, hogy egyáltalán hozzáfognak és szerveznek egy ilyen rendezvényt. A mai napon mivel várjátok a kedves érdeklődőket? Látom, hogy nagyon sok finomság sül a kemencébe. Így van. Ilyen alkalmakra szoktam készülni, bocsánat, ezt közben leteszem, mert átmelegíti a kesztyűmet. Szoktam készülni különlegesebb pékárukkal, helyben sütött fatüzelésű kemencébe, ilyenkor készülök valami érdekesebben, amit nem lehet megkapni a boltokban, mivel hogy nekünk vannak élelmiszerboltjaink, mert sütő üzemmel rendelkezünk. Ilyenkor készíteni szoktam például adott esetben, mint most, egy olyan töltelékes pékárut, ami egy nagyon gazdag házi körözött túró az alapja. Ebbe rakok vitaminpaprikát, friss vitaminpaprikát, pretezselyem zöldjét, trapista sajtot, és gyakorlatilag ezt így lezárva utána kisütöm, és rozmaringos fokhagymás olívaolajjal kenem meg, miután ki van sülve, és így árusítjuk ezt a betyár táska névre hallgató pékárut. Egyébként készültünk még, mondjuk nem a pékáru terén, de hús készítménnyel is, ami azt jelenti, hogy bőrös csülök, bőrös tarja és bőrös karaj összedarabolva, nagyon sok vegyes zöldséggel összesütve kemencén, és mellé parázs krumpli, ami rozmaringgal van elkészítve, és ezt fogjuk még a pékáru mellé prezentálni, illetve vannak még itt apró pékáruk, amik túrós hagymás pogácsa, bőrös házi tepertővel készült leveles, édes leveles tészta, amiben szilvalekvárt töltünk, illetve mi volt még? Egy dúsított kalács tészta, amiben medgyet és szilvalekvárt töltöttünk, ezzel készültünk még. Azért nem mindennapja kemence sem, hiszen ez nem a mai modern elektromos kemence, hanem ha jól látom, fatüzelésű. Mit lehet erről tudni? Így van. Hát régi álmunk volt, de főleg nekem az üzletünkben, hogy kicsit bővítsük a repertoárt, nyaranta a helyi térségi kitelepüléseket mi is meg tudjunk jelenni, gazdagítsuk egy látványosabb sütő alkalmatossága. Így beszereztünk egy olasz gyártmányú kemencét, amit kicsit még át rekonstruáltunk, hogy szállítható is legyen és mobil legyen. És gyakorlatilag ez egy fatüzelésű kemence, egy zárt tűztérrel, tehát ott nem érintkezik a füsttel közvetlenül a termék, amit sütünk benne, de fatüzelésű, egy nagyon kiváló szigetelésű kis kemencét tudtunk így beszerezni, és ezt mobilan most tudjuk magunkkal vinni, és ebbe színesíteni tudjuk a kis repertoárt a kitelepüléseinken.